Kedves nézőink! Filmünkben ellátogatunk a ma már Gödöllőhöz tartozó híres búcsújáróhelyre, Mária Besnyőre, a Grassalkovicsok által épített különleges szépségű bazilikába, majd pedig a gödöllői dombokon megbújó Besnyői temetőbe is. Mária Besnyő a honfoglalástól lakott, a tatárjáráskor elpusztult, majd újra benépesült település a 60 felé vezető út mellett. A 18. században ez is a Grassalkovics birtok része. 1965-ig önálló község volt, ekkor csatolták Gödöllőhöz, és az összevont település így kapta meg 1966-ban a városi rangot. Grassalkovics Antal 1758-ban elhatározta, hogy birtokán a boldogságos loretói szűz tiszteletére kápolnát épített. A templom helyét a 60 felé vezető út melletti domb tövében jelölte ki, ahol egy régi 300 éves templom romjai állottak. A területet borító bozót eltakarítása közben történt, hogy az egyik kőműves éjjel álmot látott. Ha ásni fogsz, egy szép tárgyat találsz majd. Az álom beteljesedett. Másnap ásás közben egy földdel vastagon belepett tárgy került elő, egy csontból faragott Mária szobrocska, ami valószínűleg még a régi premontrei templomból származhatott. Ez a csodás történet tette Besnyőt aztán az ország egyik legnépesebb búcsújáró helyévé. 1763-ban megtörtént a kapucinus rend bevezetése is. A gróf a kapucinusokkal Olaszországból, Lorettóból egy másik, egy méter magas, cédrusfából faragott Mária szobrot is hozatott, amely ma a főoltár mögött látható. A hívek száma folyamatosan emelkedett, így a templom egyre szűkebbnek bizonyult. Ezért Grassalkovics 1771-ben Mayerhoffer János tervei alapján kibővítette, nagyobb templomot emeltetett, és itt a templom altemplomi részén építette meg családi kriptáját is. A templom akkori berendezése még teljességgel díszes barokk volt. Később a főoltárt 1910-ben átépítették, de megmaradtak a 18. századi részletei is, elsősorban a szentségház, és a két mellette álló ereklyetartók a legértékesebbek. Itt van főhelyen az ezüst tartóba foglalt csodatévő szobrocska. Az oszlopok között a magyar szentek szobrai, Szent István és Szent László királyok állnak. A templom fali képei túlnyomó részből a 20. századból származnak, legtöbbjük alkotója korának közkedvelt művésze Márton Lajos. A félhomályos alsó templom hangulati bevezetést ad az onnan nyíló kriptába. A kripta legértékesebb művészeti emléke,
a Johann George Dorfmeister készítette 1772-ből való síremlék. Itt találtak végső nyugalmat a grassalkovicsok. A kapucinus rendet 1950-ben megszüntették, majd 1989-ben kerültek ismét vissza. Az altemplom bejárata közelében álló oszlopos barokk grassalkovics filagória a grófi időkben az Antell-hegyen volt vadászati pihenőhely. A templom 2008-ban kapta meg a bazilika minor rangot. Híres búcsúin eznek vesznek részt, nem csak a környékről, de az ország távolabbi területeiről is. A bazilika bejelentett csoportok részére vezetéssel látogatható, különkérésre orgona hangverseny is rendelhető. Gépkocsival a 3-as főúton, autóbusszal Gödöllőről, vonattal a keleti pályaudvarról, Mária Besnyő állomástól egy 20 perces sétával érhető el. A besnyői temetőben nyugszik gróf Teleki Pál főcserkész, mártír miniszterelnökünk. Fejfáján a liliomos motívum a cserkészetre utal. Felirata, dolgozott a cserkészetért és életét adta a magyar nép becsületéért. Emlékét, szellemiségét városunkban a több száz fős tagságú Teleki Pál Egyesület ápolja. Itt nyugszik a 2020-ban elhunyt Szűcs Lajos labdarúgó és felesége, Pécsi Ildikó, Kossuth Díjas színművésznő, országgyűlési képviselő, városunk díszpolgára. Kedves nézőink! Látogassanak el ebbe a történelmi hangulatot árasztó, különlegesen szép természeti környezetbe épült bazilikába, majd sétáljanak tovább egy rövid turistaúton a temetőhöz is. Köszönjük érdeklődését, keresse a következő részeket is!